Köszöntöm nézőinket, mindazokat, akik most kapcsolódnak adásunkba. Önök a Terézvárosi magazint látják. Simon Zoltán, grafikus művész a vendégem. Szeretettel köszöntelek. Az ez történt a hétemben, láthattak már egy rövid kis összeállítást az Írók házában, itt a Bajza utcában, hiszen kint voltunk forgatáson egy könyvbemutatón, amelyet most meg is mutatok, Apám kalapja, és egy egészen különleges könyv, illetve alkotás kapcsán gondoltam, hogy beszélgettünk itt a stúdiónkban. Zoli, sok-sok évvel ezelőtt már találkoztunk, és sok ismerjük egymást. Mégis most, ahogy készültem erre a beszélgetésre, rájöttem, hogy nagyon-nagyon keveset tudok rólad. Van ez a könyv, ismerem a grafikáidat, és azok közé, a művészek közé tartozol, akik aránylag keveset mutatnak be maguknak a külvilágból, mindig csak az alkotásokon keresztül juthatunk információhoz. Miért lettél ennyire zárkózott? Én alapjában nem vagyok egy zárkózott ember, mondhatni azt is, hogy én társasági ember vagyok. Oroszlán jegyben születtem, szeretek a társaság középpontjában lenni, mindenkiről lebeszél, hogy ne legyek, és aztán visszavonulok, mert tényleg nem szerencsés. De én nem hiszem, hogy én magamba zárkóznék. Egyébként minden, amit rólam érdemes elmondani, az benne van a könyvben, és benne vannak a rajzaimban, illetve a kiállításokon, amiket én szervezek. Egy grafikus, amikor elkezdi a pályafutását, ugye ő mindig, de egyáltalán minden művész természetesen szeretné a világot meghódítani, azt, hogyha képei mindenhol ott lennének, és lehetőleg minél többen gyönyörködhessenek benne. De ahhoz, hogy eljusson egy bizonyos fajta stílushoz, nagyon sok állomás kell végigjárni. Voltak-e neked is az életedben ilyen nagy-nagy állomások, amik végül is ezekhez a, nem tudom, ezek részkarcok egyébként? Nem, vagy ennek ezek metszett papíroknak. Metszett papírok, na. Szóval ennek titulálom, ez egy... Igen, metszett papírokig. Legyen az a neve. Jó, metszett papír. Egy furcsa... Mit jelent ez az, hogy metszett papír? Mert... Hát ez az, hogy ez... Hát ez az. Igen, hát ez az, mert hogy ez nem papír metszett, hanem metszett papír. Tulajdonképpen az én úgy készítem el a munkáimat, most már lassan, mi van, 2016, tehát 2001 óta körülbelül dolgozom én ezen, és fejlődök, és igyekszek minél többet, hogy különböző papírokat vágok én egymásba, tehát egymásba metszem a papírokat, tehát hogy az ember véghúzza a kezét az a rajzaimon, a felületén, akkor az sima. Tehát nem ragaszgatom egymásra a papírokat, hanem tulajdonképpen különböző színű, inkább paszteles színű papírokból, árnyalatú papírokból ragaszgatok én össze tulajdonképpen, illeszgetek egy papírba különböző foltokat, és utána kezdek el rajzolni. És hát ez azt kívánja, tehát hogy az ember átgondolja. Különböző minőségű és színű papírokat, mint egy mozaik, Igen, egymásba sülyeztem őket, egy de ez jó, igen. Mint mozaikokat, így egymásba sülyeztem őket, véghúzom a kezemet, az simának tűnik, és utána erre lehet grafittal, krétával, ekolinnal és bármivel dolgozni. Hogyan találtad ki ezt a fajta alapot, amire készíted a grafikáidat? Miért volt az szükséges, hogy különböző minőségű papírok legyenek, mert akkor ezek nem csak színben, hanem minőségben is másak, bár egyenletes a felületük? Kedves Lila, törököt fogtál már, hogyha én ezt ki akarnám fejteni, akkor egy óra kellene, az is lenne kevés. Tulajdonképpen... Keveset beszélünk általában a művészetről, és a hátteréről, tehát azt gondolom, hát hogy ez azért izgalmas. Igen, nagy-nagy küzdelem folyik a kifejezési formák között, hogy milyen is legyen egy alkotás, amit bemutatunk. És hát mehetünk a naturálistól kezdve, a hipernaturálistól, vagy mehetünk az absztrakt felé, a dadaizmus felé, bármeddig elmehetünk, ezek különböző kifejezési formák. És én egy 67 éves ember vagyok, és én a régi iskolának vagyok a tagja. Tehát én szeretek rajzolni, és figurákban gondolkozom. Én legalábbis az vagyok, hogy figurákban gondolkozom. És régen mindig azt mondták pejoratív értelemben, hogy ez narratív, ez elbeszélő, ez illusztratív, és akkor ez nem. A nagy művészet az olyan, hogy. És én nem tudtam elszakadni a saját kis figuráimtól, és próbáltam őket olyan közegekbe helyezni, és olyan megoldásokat
tenni, hogy én ezeket a pejoratív kritikákat én kizárjam, mert bántott, hogy a franc legyen meg, én nem olyan vagyok. Miért kell rám fogni azt? És nem csak rám, hanem másra is. És akkor így alakít ezt tulajdonképpen ki. Ez ilyen, hát nem egyszerű, de így alakult. Nem egyszerű. Egyébként egy annyira jellegzetes stílust képviselsz a képeidben, és a figuráid is jellegzetesek. Én azt mondom, de hogyha nem jól érzem, akkor majd javítasz, de megnézem a képeket, gyakorlatilag mindegyikben benne van a bánat. Igen. Mindegyikben benne van a szenvedés. Igen. Mindegyikben benne van az ember és valamilyen állat. Igen. És ez a kettő, ez az ember és az állat figurák, ezek ötvöződnek. Igen. Hát akkor elmerülünk ebben. Elmerülünk benne. Akkor kapcsolom az előzőekhez. Tehát a narratív és az elbeszélő és az illusztratívhoz hozzátartoznak, hogy különböző szituációkat rajzol meg az ember, és oda kezet, lábat, fejet és bármit rajzolok, amely mutat valami felé, akkor már rögtön elbeszélővé válik. De hát egy munka azért van, hogy én közvetítsek valamit, elbeszéljek valamit, vagy átadjak valamit. És az én figuráim egyre jobban kezdtek leegyszerűsödni. És elvesztették lassan a kezüket, elvesztették lassan a lábukat, és tulajdonképpen jelzésértékűvé váltak, és mindig egy szituációba helyezem bele őket, és ezek a szituációk nem jók, nem szépek. És valaki pontosan erre a könyvre reflektálva mondta, hogy most jött rá arra tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen ezeken a rajzolatokon keresztül ezek nem rólam szólnak, hanem arról, ahogy én látom a világot. Igen. Ez arról hát szól. Ebben van benne a bánat, benne, a kétségbeesés, hát igen, hát ez... a szemekben, az arcokban, a kifejezések. Hát igen, tehát nem ad erőt látod. Miért nem ad erőt nem látod? Nem ad erőt látom. Hát, ha most nem vagyok egy pessimista, ez nem igaz. Az vagyok. De miben lássam a derűt, könyörgöm? Miben? Miben lássam a derűt, hogy... Nem, ez nem a politikai hitvallásnak a helye, nem is az lesz, hanem magunkról szól. Az én generációm tette tönkre ezt a világot, és bocsáss meg, a tiéd is. Mert nagyjából egy generáció igen. vagyunk, így van. És most már télen meleg van, csodálatos módon decemberben ügyeznek a fák, nyáron nem akarok kimozdulni, mert hőgutát kapok, a 40 fokot nem fogtam meg. Gyerekkorom, amikor 23 fok volt, akkor az apám újongott, hogy gyerekeim, most megyünk a Balatonra, hát milyen jó, hogy a kánikula van. Szegény apám nem érte meg, hogy 45 fokon legyen. Igen. Tehát most mire legyek én boldog? Miért? Hát szóval egyre durvább a világ, egyre durvább a háború az emberek között, a viszonyok, hát na jó, ilyen. Hát akkor a Radnótit tudjuk lassan idézni újra, hogy olykorban éltem én a földön. Igen. Csak, és akkor nem folytatom, mert tényleg. Igen. Ez tulajdonképpen, hogy mondjam, egy ilyen, ha nagyon-nagyon költője akarok lenni, és én nagyon fellengzős, akkor azt mondom, hogy hát egy sikoly a többiek felé, hogy hát könyörgöm, figyeljünk már oda. Ilyen szituációkba kerülünk bele. Olyan kevésszer van, hogy színek jelennek meg a képeken, de azért mégis megjelen. Mitől függ, hogy marad-e fekete-fehér, illetve ezeknek az árnyalatai, vagy pedig szín? Ez az önvallomásokra, igen. Órája, te mindig kihozod belőlem, hogy ilyen önvallomásokra menjek. Hát az van, hogy el kell mondani, hogy grafikus vagyok és nem festő. Nekem alapjában véve azt hiszem, nincs is jó színérzékem. Nincs. Én a szürkéket, az árnyalatokat úgy aránylag jól kezelem, de a színeket nagyon nem. Vannak nagyon-nagyon kedvenc színeim, ez a vörös, ez a fekete, a barna, a narancs, ezeket imádom egymás mellé tenni, és akkor azok olyan harsogóak, meg olyan elbevágóak. És a szín azért kell rá végül is ezekben a rajzokban, hogy a monotonitását bontsam meg valamelyest, és valami olyat hozzak, mert azért néha én is belevonok ám sajámmak magamba. Elkezdem magam unni, és akkor elkezdek keresni valami mást, hogy hát ez már nem jó, ezt vegyük le róla, ezt nem kell oda, ez már sallang. Talán egy kis szín, és akkor ez így megy, ezek így dagadik, így folyik.
Nem biztos, hogy mindenki látta a híradónkat, illetve az Ez történt a héten, amiben ugye ismertettük ennek a könyvnek a születését, illetve kim voltunk a könyvbemutatón. Azért most elmondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes nem antológia, könyv. Az apám kalapja, ami egészen furcsa módon jött létre, hiszen úgy szokott lenni egy könyv, hogy van egy könyv, vannak írások, és ahhoz születnek illusztrációk, hiszen egy-egy művészt fölkérnek, hogy illusztrálja a történeteket. Na most itt fordítva történt, hogy Zoli kitalálta azt, hogy az ő történet, vagy az ő képei milyen történetekre inspirálja az embereket, egyáltalán mi jut az eszükbe, és ebből jött létre ez a nagyon-nagyon szép kiadvány. 40 ismerősödet, barátodat kérted meg arra, hogy írjanak róla. Mennyire voltak meglepőek számodra, hogy mit hozott ki az emberekből a képeidnek a látványa, illetve elemzése? Teljesen új perspektívát nyitott a dolog, mert hogyha ugye mindenkinek egy képzőművészeti alkotás, egy kép, amielőtt megáll a múzeumban, vagy nem tudom, a kiállítóteremben, az annyit fog jelenteni, amennyit ő arról a képből le tud olvasni. Tehát nem kell azon meditálni, sokat hezitálni, hogy mit gondolhatott vajon a művész, amikor ezt a vonalat ide húzta. Ez olyan, mint a versenemzés, vagy a, igen, vagy a képelemzés. Az igen, vagy a bizonyos, nem sokat idézett Arany János, hogy gondolta volna fene, hogy én mit akartam. Tehát amikor nekem vannak képeim fönn a falon, és akkor megkérdezik, hogy mi ez? És mondom, nem tudom. Jött, csináltam, de mégis mesél róla valamit, és akkor elmondom az én kis történelmet, amit abban a pillanatban indukált az én saját rajzom. És ez mindig más és más. És ebből jött ez tulajdonképpen, hogy az én rajzaimra más és más és más történeteket fog írni. És ugye van az én rajzom, az én látószögem, és akkor van egy másik szegmens, az, aki írt rá, és a kettő összead egy harmadikat. És abból is egész érdekes dolgok jönnek ki. Tehát ez egy végtelen dolog. Ma történt meg, hogy a Facebookon az egyik rajzomra, illetve az egyik rajzomra készült írás, megindított egy hölgyet, és egy gyönyörű szép, hogy mondjam, írást kerekített a Facebookra, és ez elkezdett futni. Tehát ez már jó, hogy működik. Egyébként ez egy hihetetlen ügyes kezdeményezés volt, vagy az, hogy ügyes, az nem jó. Tehát jó pofa dolog volt, hadd járuljam el a kedves nézőknek, hogy magam is részt vettem ebben a munkába. Több mint egy évvel ezelőtt egyszer csak kaptam Zolitól egy levelet, és mondta, hogy figyelj, Lillus, egy játékra szeretnélek meginvitálni, küldenék neked egy rajzot, és írjál rá valamit. És mondtam, hogy persze, hát miért ne? Jó pofa, én nem vagyok egy írótípusú ember, és aztán utána megérkezett a kép, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy-két hétig úgy minden nap kinyitottam, megnéztem, gondoltam magamba. És aztán egyszer csak így jött, mert ez olyan, nem tudom, tehát erre mondják azt, hogy ihletet kaptam, vagy nem tudom én mi, tehát biztosan azok a fajta művészemberek, akik leülnek írni, vagy festenek, hogy egyszer csak jön valami, amitől lesz egy inspiráció. És egy ültő helyemben megírtam azt a kis novellát, ami azt hiszem a 17. oldal megmutató. Megmutatom, mert tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, másnap kijavítottam, és úgy is maradt. És annyira meglepődtem most, mert nem vettem, elküldtem akkor neked, és annyira meglepődtem utána, amikor most a bemutató kapcsán elővettem, hogy milyen gondolatokat hozott ki belőlem a festményed, vagy a grafikád, hogy egyszerűen döbbenet. És mert egészen furcsa életfilozófiát hozott ki, és pontosan az, amit mondtál, hogy mennyire tönkretettük ezt a földet, vagy mennyire a mi generációnk, és én pont erről írtam. Én pont ezt fogalmaztam meg. És nem beszéltünk össze. És nem beszéltünk össze, mert nem is találkoztunk közben egyáltalán. Uh-huh. Volt-e más még rajtam kívül? Aki? Aki így a földnek a tönkretétel. Mert az én embermesém egy az egybe erről szólt. Nem is a földnek az össze... Bocsánat, nem jól mondtam.
nem a föld, hanem az egymáshoz való viszonyunknak a tönkretételéről szólt az én mentem. Ha így fogalmazod a kérdést, akkor igen, volt több is. Nem szeretném ezeket név szerint felsorolni, de több volt. Akkor mégiscsak megérezték az emberek azt, hogy mi a te küldetésed, hogy egy picit... Hát ez küldetésnek lehet nevezni, akkor akkor megérezték. Na nem, meg gondolj bele, a művész az azért csinál valamit, hogy érzelmeket váltson ki, hogy gondolatokat ébresszen. Hiszen különben... És hogy ezt eljutassa, igen. Tehát nem csak saját magának, igen. hanem másoknak. Uh-huh. Tehát, hogyha olyan gondolatokat váltott ki, amik a te belső feszültségedből, vagy a te föld világ iránti aggodalmadból született rajzok kapcsán kerülnek elő, akkor valahol ez jól működő történetté vált. Pláne az, hogy meg tudtad fogalmaztatni az emberekkel. Igen. Ez most kérdés volt? Vagy csak egy kis ezbefutatás? Költői. Lesz-e utóélete ennek az egész dolognak, azon kívül, hogy most látod, hogy a Facebookon, és valószínűleg én is elindítok majd ezzel kapcsolatban, mert egy kis játékot, mert egyébként ez lehetne egy országos mozgalomnak a kiinduló pontja. Hát merész állom, de elképzelhető alapjában véve. Van neki utózöngéje, a Spanyolnáta nevezetű internetes folyóirat, online folyóirat uh-huh. pontosabban. Ez fölkarolta az én kiadványomat, és Hernád Kalkon a Kertfesztivál keretén belül ezt bemutattuk, és erre egy nagyon jó kis performanszal is készültek, és meg is csinálták, tehát tényleg szerencséje van. Szerencséje van, ez nem rossz kifejezés. Tehát sikere van, és most Szegedre is le fogok menni ebben januárban, mert oda is kaptam meghívást egy könyvbemutatóra, és hát tulajdonképpen beszélgetésre. Tehát végül is működik. Előtte, mielőtt ezeket a grafikákat elkészítetted, hol és milyen típusú kiállításokon vettél részt? Egyáltalán mennyire kedvez ez a mi világunk jelen pillanatban a művészeknek? Én nagyon sok művész portrét készítettem, nagyon sok művésszel készítettem riportot, elég sok kiállítással elmegyek. Hát nem duskálnak a művészek, sem az eladott művészi alkotások számában, sem a megbecsültségben. Hát igen, ez tényleg nem duskálnak. Valljuk be őszintén, kreatív emberből, képzőművészből Dunát lehet rekeszteni. Hát rengeteg van, ott van a Photoshop, ott van a számítógépes művészet, az elektrografika, ott van a telefonom, amiben rajzolhatok, fotózhatok, manipulálhatom, és tulajdonképpen alkotásként bemutathatom. Tehát a világot elönti a vizuális... Az alkotások száma. Igen, a vizuális, igen, közlések száma. Uh-huh. És ebben egyre inkább háttérbe szorulnak azok a dolgok, amiket mondjuk én és a művésztársaim csinálnak. Vagy csinálunk. Tulajdonképpen kellene egy sikoly, hogy állj, mert... De nincs sikoly, nem áll meg. Ez a tendencia, ez megy. Tehát de szóval... mi a végén? Na, ez kérdés, itt a rajzok is fölteszik ugyanezt a kérdést, hogy Jézus Istenem, mi lesz ennek a vége? Egészen más világot fogunk élni. Tehát egyszer megkérdezték, hirtelen azt akartam kimondani nevét, Csányi Vilmost, hogy mit szól ahhoz, hogy ilyen sokan vagyunk, és hogy ennyire ennek vagyunk a rabjai. És hogy egyre inkább az lesz. És Csányi Vilmos azt mondta, hogy lehet, hogy el fog jönni az idő, amikor fogunk ülni egy szobában, és körbe leszünk véve mindenféle képernyővel, ami vizuális élményekkel tömeg meg bennünket, és lehet, hogy tényleg, mint a Neónak a... mi volt az a film? Édes Istenem, mindegy. Tehát, hogy... Matrix, igen. Tehát a Matrix, hogy töltik belünk a tudást, meg mindent. De akkor föl se fog tűnni. Uh-huh. Hát egyre inkább befelé haladunk, hogy az információk maguk alá fognak bennünket temetni. Nincsenek pontos információink semmiről. Mindent másodkézből kapunk. Másodkéz, tehát ott van az internet, hiába böngészünk. Az sem biztos, hogy igaz. Az újság sem biztos, hogy igaz. Nem tudom ellenőrizni. Tehát ez egy olyan végtelen daráló,
hogy ebből nem lehet kimászni, és bocsánat, hogy már ennyire jártottam számat, de ez a könyv is így készült. Hogy ki a fene ismer engem? Nagyon kevesen. És hát miért kell nekem 67 éves koromban egy katalógus? Én csinálok magamnak egy könyvet, hogy ne süllyedjek le az aljára a dolgoknak, mint a Facebookon, hanem legyen valami róla, amit a barátaimnak és a szeretteimnek szétosztogatok. Mert ebből csak 100 számozott példány készült. Ennyi. Tehát ez nincs kereskedelmi forgalomban. Barátaimnak, ismerőseimnek tulajdonképpen játszottunk. Méghozzá egy jó játékot. Egy picit ettől a könyvtől elszakadok, mert van még egy olyan téma, ami pontosan azért, mert az adásunk első részében rendőrségi munkatársak voltak itt, és a rendőrség éves munkáját próbáltuk meg egy picit elemezni és bepillantást nyerni. Azért a művészembernek is időnként vannak olyan munkái, amiből pénzt is tud keresni, illetve egy kicsit a hétköznapokhoz jobban köthető, és neked a rendőrségi ügyigazságügyi szakértői munkádat itt mindenképpen megemlíteném. A grafikus művészekre és a grafikusokra a rendőrségnek miért van szüksége? És hogyan kapcsolódik a rendőrség munkája, a nyomozási munka, illetve a grafikusok munkája? Jézusom, na, hogy is mondjam én ezt? Tehát a fantomképeket azért kell készíteni, hogy a rendőrség tagjai, a nyomozók, a járőrök, stb. Vizuális képpel rendelkezzenek, vagy vizuális fogalommal, ez egy idióta kifejezés, de egy vizuális kép, egy fogalom legyen bennük, hogy kit is keresnek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy keresünk egy, vagy keresnek egy tarkopasz, kigyúrt borostás trógert, akkor ennél azt mondja, hogy jó, kigyúrt borostás trógert. Na és annyi van, de hogyha van előtte egy vizuális minta, hogy ennek körülbelül ilyen lehet a feje, meg ilyen a szeme, meg talán ilyen a szája, és lehet, hogy ilyen pici az orra, vagy ilyen elálló a füle, akkor ez megragad benne, és már csak azokat fogja megnézni. Tehát azokra fog ráállni. Tehát ezért jó, hogyha van. Általában azok a képek, azok a fantomképek, amelyeket számítógépen készítenek, azok nagyon precízek és nagyon jók. Talán egyetlen egy bajuk van nekik, hogy annyira kötöttek egy bizonyos egyedre, hogy éppen ezért bukik el az egész dolog. Tehát most már itt kell belépni a grafikusnak gyakorlatilag, igen. Aki pontosan a saját művészetén keresztül, vagy az egy másfogy látja a világot. Nem, jellemzőket kell találni. Jellemző karakterisztikus vonásokat kell találnia a figurán, amit elmondanak neki. Na de aki elmondja neki, az se tudja biztosan. Tehát ő is teljesen kétségek között van. Tehát olyan trauma érte akkor, hogy nem biztos, hogy jól megfigyelte. Ez egy külön élvezetes dolog volt, hogy amikor a szakértői munkám során ezeket ki kellett húzni az emberekből. Tehát empátiás készségeimet kellett fejleszteni, és azt hiszem, hogy az van ezekből a dolgokból kiderül. Legalábbis merem remélni, tehát hogy egy picit pszichológusnak is kell lenni. Igen, kell. Vissza kell vinni azokat az embereket abba a szituációba, hogy a lehető nem, mert akkor megint görcsbe rándul. Tehát onnan ki kell szedni egy picit, és egy kicsit távolságtartással kell visszatekinteni neki is azokra a dolgokra, hogy elfogadható, összerakható elemeket találjunk ahhoz, hogy meg lehessen valakinek az arcát alkotni. Szoktál egyébként portrékat készíteni? Nem. Tehát amikor portrét készítesz, kvázi, akkor igen. Ezt kimondottan csak a rendőrségi munkád kapcsán, vagy pedig a többieknek a munkáját, akik, mert vannak rendőrségi rajzolók is, és az egy másik fogalom. Igen. Nem szoktam portrékat rajzolni, tehát a saját művészetemben nem rajzolok portrét, mert nem tudom miért az nekem úgy kiesik a portrét. Tehát
lehet nagyon jó portékat rajzolni, nagyon érdekes, meg nagyon szomorúan néz, nagyon édesen néz, nagyon bánatos, nagyon haragos, és akkor rajzoltam egy haragos embert, egy szomorú embert, de nem mondtam semmit. Azért vagyok én inkább ezeknél a dolgoknál, hogy akkor inkább szituációkba helyezem. És visszatérve a kérdésedre, hogy amikor én szakértőként tevékenykedtem a rendőrségnek, akkor rajzoltam portékat, akkor rajzoltam bizony fantomképeket. És azon kívül nem igazándiból. Ez egy, hogy mondjam, ezt megcsinálni, ez egy teljesen külön, úgy mondjam, hogy szakma. Tehát, hogy engem leültetnének a Vörösmarty téren most, hogy akkor rajzoljak portrékat, csúfos kudarcot vallanék. Mert nem tudnám, megrajzolnám én, erőltetetlen le, nyögvenyelős, nem szép, nem könnyed, vacak, stb. Mert nem értek hozzá. Tehát aki azt csinálja, az baromira érti, hogy hogyan kell rátenni egy árnyékot, hogyan kell megfogni egy pupillát, hogyan kell egy, tudom, a szemben egy csillanó fényt felfedezni, a száj sarkájával egy pici, szóval azok értik, tudják, vannak, van csinja meg bínja, ennek is, meg annak is. De aki olyan jól rajzol, mondjuk odakint portrét a Vörösmarty téren, az csúfos kudarcot van, mondjuk egy ilyen igazságszakot egy munkánál. Hát a kettőt ketté kell választani. Viszont az utolsó perchez értünk, úgyhogy mi meg visszatérünk ehhez a könyvhöz. Melyik az az alkotás a tieid közül, amelyik számodra a legkifejezőbb? Tehát te tudsz-e saját magadnak rangsorolni a képeid közül, mert azt most itt látták közben a kedves nézők a képeket. Ja, tehát melyikhez kötődsz akkor a legjobban, talán így mondanám. Ez egy nehéz kérdés, nagyon-nagyon nehéz. Van benne, hát azt már megkapta a író, amit most éppen nyitva van a könyvben, a Gino Casali titokzatos élete című képet, de talán az egyik kedvenc az, ami a borítóján van a könyvemnek, ez a portré, igen. És van még egy másik kedvencem, de hát ez is nagyon-nagyon személyes. A legutolsó, mert hogy a könyvkiadáshoz hozzátartozik, ha még van időm, ezt elmondom, igen, hogy páros oldalakat kell csinálni, tehát párotlan oldal nincs a könyvkiadásban. És hát végül is 39 barátom és ismerősöm volt, aki írt, és egy hibázott, és akkor én is írtam egyet, ezt az utolsó helyett, és ez az én apámról szól. És hát... Hát engedtessék meg, hogy egy legyen az egyik kedvencem. És azt hiszem, hogy magában, hogyha nem is olvassuk el az írást mellé, hanem csak megnézzük magát a képet, már akkor is eléggé beszédes. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra.